Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Gyala Jászmin Grész vagyok, fő témáink néhány mondatban. Több száz gyorshajtót fogtak el, napokon át vadásztak a szabálytalankodókra a rendőrök. Hamarosan kezdődik az iskola, a tankönyvek is rendben megérkeztek az intézményekbe. Figyeljünk a toklászra, komoly gondokat okozhat a gyomnövény négylábú házi kedvenceinknek. Iskola, óvoda kezdés, meg sokszorozódnak a vírusos betegségek szeptemberben. Több száz gyorshajtót fogtak el múlt héten a rendőrök Tolna vármegyében a Speed Marathon elnevezésű akció során. Ez idő alatt az egyenruhások országosan több mint 20 ezer autóssal szemben indítottak eljárást. Volt, aki a megengedett sebesség több mint kétszeresével hajtott. Fotón az egyik legmagasabb bírságot kapó sofőr iregszemcsén hajtotta a megengedett legnagyobb sebesség több mint duplájával, ráadásul záróvonalat átlépve előzött, ezért 130 ezer forintot kellett fizetnie. A rendőrök múlt héten napokon keresztül vadásztak gyorshajtóra az utak mentén, nem csak Tolnában, hanem országszerte. Tolna vármegye is csatlakozott az akcióhoz, melynek során 550 gyorshajtóval szemben intézkedtek, közülük 293 járművezetőt állítottak meg, akik ha kisebb mértékű gyorshajtást követtek el, akkor helyszíni bírságot kaptak, abban az esetben, hogyha a gyorshajtás mértéke magasabb volt, akkor 30 ezertől 300 ezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtották őket. Ezen felül számos olyan járművezetővel szemben is eljárást kezdeményeztek, akiket ugyan nem állítottak meg, de a közeljövőben Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből, vagy pedig Vasvár megyéből várhatják majd a közigazgatási bírságos csekket. Az akciót egy országos program keretében hajtották végre. A cél az volt, hogy a gyorshajtókat szűrjék ki, a balesetek nagy része ugyanis miattuk következik be. Országosan sok-sok ezren akadtak fenn a hatóság hálóján. Az elmúlt héten tartották meg az ország útjain a Speed elnevezésű fokozott ellenőrzést, amelynek során a gyorshajtókat akarták a kollégák kiszűrni a forgalomban. Ennek keretében közel 20 ezer emberrel szemben indítottak eljárást, vagy bírságoltak meg a helyszínen az ország rendőrei. A rendőrség szóvivője azt kéri, hogy aki volán mögé ül, minden esetben tartsa be a szabályokat. Egy 18 éves fiú közlekedett autóval Harc irányából Kölest felé egy balra ívelő kanyarban lesodródott a jobboldali kavicsos útpatkára. A sofőr balra kormányozta a járművet, azonban elvesztette uralmát a kocsi felett, és előbb a baloldali vízzel vezető árok oldalának ütközött, majd visszasodródott az úttestre, ahol felborult. Az autóban három tizenéves fiatal utazott, akik közül ketten nem használták a biztonsági övüket. Mindhárman megsérültek a balesetben, kettő fiút súlyos, egyet pedig könnyű sérülésekkel vittek kórházba. A rendőrség szeretné felhívni a figyelmet a biztonsági öv használatának fontosságára. A 2021-es statisztikai adatok kimutatták, ha a gépjárműben utazók közül 10%-kal többen kötötték volna be magukat, akkor 65 ember nem halt volna meg közlekedési baleset során. Ennyien hazatérhettek volna a családjukhoz. Megkezdődtek az aszfaltozási munkálatok Tolnán. A hét elején a kátyúzási feladatokat látták el a kivitelezést végző szakemberek. Augusztus 17-e és 18-a között pedig az aszfaltozással folytatják a felújítást. Ez idő alatt a lakosok lezárásra számíthatnak a felmart kátyúk miatt az Akácfasor, Bem, Betlen Gábor, Bocskai, Szilágyi, Erzsébet, Tinódi, Tompa és Zrínyi utcákban. A városvezetés az ott közlekedőket arra kéri, hogy fokozott figyelemmel és türelemmel haladjanak az előbb említett útszakaszokon. Mintegy 600 diákkal kezdik meg a tanévet a Bonyhádi Széchenyi István Általános Iskolában szeptember 1-én. A gyerekek közül többen már hetek óta segítenek a kisebb takarítási, karbantartási munkákban. Eközben a tankönyvek is rendben megérkeztek, amiket még augusztusban átvehetnek a tanulók. A gyerekek is besegítettek a tankönyvek pakolásába, kicsomagolásába Bonyhádon a Széchenyi István Általános Iskolában. Az intézményben mintegy 600 diák kezdi meg a 2023-24-es tanévet szeptember 1-én. Sokuknak már elég volt a pihenésből és hiányoznak az osztálytársak. Találkozok a barátaimmal, és sokat tudjak olvasni.
2, 3, 4, 5, 6. A tankönyvek már augusztus elején megérkeztek, mondja az igazgató. Ez körülbelül 6000 könyvet jelent egyébként, ugye nagyjából 600 tanuló van nálunk, és 5970 könyv érkezett meg. Ennek a kiszállításába, illetve a szétterítésébe besegítettek a gimnazisták, akik a közösségi szolgálat révén csatlakoztak ehhez a feladathoz. A tankönyvosztás időpontját is meghatározták már. Augusztus 27-én az alsó tagozatosok, 28-án a felsősök, szeptember 1-én pedig a gimnazisták vehetik át az olvasmányokat. Alapvetően vannak tartós tankönyvek, és vannak olyan tankönyvek, amelyet egyszeri használatra kapnak meg a gyerekek. A könyvtári állományba is kerül néhány tankönyv, ez évek óta így van, és ami nagy előnye immár évek óta, hogy minden egyes gyerek 1-től 12. évfolyamig ingyenesen kapja meg a tankönyvet. Ez azt gondolom, hogy óriási segítséget jelent a családoknak, hiszen a korábbi 9-10 vagy akár még ennél is magasabb összegű tankönyvcsomagok helyett most ingyenesen kapják meg. Alig több mint két hét múlva tehát újra megtelnek az iskolapadok, az első tanítási nap szeptember 1-én, az utolsó pedig 2024. június 21-én lesz. Előrehozott támogatással segíti a kormány a gyermekes családokat az iskola kezdése való felkészülésben, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A közlemény szerint immár hagyomány, hogy tanévkezdés előtt a háztartások augusztus végén kapják meg a szeptemberben esedékes családi támogatást. A juttatások korábbi utalásával és kézbesítésével az iskola kezdési terheket könnyíti meg a kormány, jelezték. A Magyar Posta augusztus 24-től kézbesíti a családi pótlékot, a gyermekgondozást segítő ellátást és a gyermeknevelési támogatást. A Magyar Államkincstár pedig augusztus 25-én utalja a pénzt a bankszámlákra. Az ellátások korábbi folyosítása idén mintegy 1 millió 75 000 családnak jelent segítséget a tanévkezdés előtt, áll a közleményben. Évek óta tapasztaljuk, hogy tanévkezdéskor megtelnek a házi orvosok rendelői. Elsősorban a légúti vírusos betegségek száma növekszik meg az óvoda iskola kezdést követően. A szakember szerint kerülni nem lehet, csak átvészelni ezt az időszakot. Sokunk számára ismerős, hogy gyermekeink a hosszú nyári szünetet követően a tanévkezdéskor pár hét után valamilyen légúti betegséggel küzdenek. Gondolunk rá, de aztán mégis mindig váratlanul, ráadásul legtöbbször a legrosszabbkor ér. Folyik a gyerek orra, köhög, rosszabb esetben még lázas is. Dr. Győri Gábor szekszárdi házi gyermekorvos azt mondja, szeptember első heteiben mindig megtelnek a rendelők. Szeptembertől, amikor az iskola és az óvoda szezon elindul, újból elkezdődnek a felső légúti kórokozó betegségek, azaz a náthás tünetekkel járó rinovírusok által okozott betegségek, amik köhögéssel, orrfolyással, időnként lázzal is járhatnak. Ez sajnos elkerülhetetlen. Ez minden évben szeptember második, harmadik hetétől jelen van, ugye szeptember első hetében a gyerekek elkezdik az iskolát, és a második héten beköszöntenek ezek a betegségek, és onnantól kezdve tömegek lesznek a gyermekorvosi rendelőben. Ilyenkor vitaminokkal, multivitaminokkal igyekeznek erősíteni az immunrendszerüket, ám sokszor felmerül, vajon jót teszünk-e ezzel. Rossz hírem van igazándiból, semmivel nem lehet megelőzni. Ugye ezeket a vírusfertőzéseket, ezeket nem fogja megelőzni az a tény, hogy esetlegesen a nyári időszakban föltöltik a gyerekek vitamin szintjét, reményeink szerint természetes módon, tehát zöldséggel, gyümölcsökkel, és nem multivitaminokkal. Ezeken a betegségeken egész egyszerűen túl kell lenni. A gyerekeknek meg kell termelni azt az ellenanyag szintet, amikkel tudnak ezek ellen védekezni, és aztán egy idő után már nem fogja az ő szervezetüket bántani ez a vírus. Főként az első évben kell elfogadnunk a tényt, a betegségek nem kiválthatók a különböző készítményekkel. A gyermekorvos szerint a multivitamin készítményeket sem tilos adni, de főként erre a téli időszakban van szükség. Egy kiegyensúlyozottan táplálkozó gyermeknél nem szabad extrém mennyiségeket bevinni. A gyerekek immunrendszerét megfelelő mennyiségű zöldséggel és gyümölcsel tudjuk táplálni és erősíteni. A Magyar Dermatológiai Társulat aktuális adatai alapján két évtized alatt megduplázódott a magyarországi bőrrákos esetek száma, és a betegek negyede későn fordul orvoshoz. A globális felmelegedés miatt nő a kockázat, hiszen egyre tovább éri UV-sugárzás a szabad bőrfelületeket.
A betegség különösen gyakori fiatal nőknél és idősebb férfiaknál a szervezet szerint. Nagy jelentősége van az önvizsgálatnak, valamint évente a szakorvosi ellenőrzésnek. 20 év alatt megduplázódott a nem melanoma típusú bőrdaganatok száma, és évente 2500 melanoma, 4500 laphámrák és 17000 bazálsejtes karcinoma megbetegedést diagnosztizálnak. A dermatológiai társaság kiemelte, hogy a modern terápiákkal jelentősen csökkent a halálozások aránya, de a későn felfedezett betegség még mindig 300-400 áldozatot követel évente. Idén is folytatódik a 2019-ben megkezdett szőlőszüreti ellenőrzési program, az elmúlt évek pozitív tapasztalatai alapján komoly piactisztító hatása van a bor ágazatban, közölte Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztését felelős államtitkára. A hatóságok a szüret idején az ültetvények mellett a borászati üzemeket is külön ellenőrzik. Cél 2023-ban is a szőlőtermesztők érdekeinek védelme. Az államtitkár hangsúlyozta, a program lényege annak a korábban tapasztalt visszás gyakorlatnak a megelőzése, amely szerint a szüretelt szőlő tényleges és a felvásárlónak az átadásakor feljegyzett cukortartalma között eltérés lehet, illetve a felvásárlási okiratokon, bizonylatokon sem az átvételkor mért mustfokot, hanem annál kisebb értéket rögzítettek. Tavasztól késő őszig a kertben, útszélén, erdőn, mezőn, városi területeken gyakori gyomnövény az egérárpa, vagy más néven a toklász. Utóbbi sok gondot és fájdalmat tud okozni négylábú kedvenceinknek. Ezért ebben az időszakban érdemes fokozottan figyelni és ellenőrizni az állatok szőrét, füleit, tapancsait, hogy nem-e fúrodott bele toklász. Toklász. Egy apróság, ami borzasztó fájdalmat és súlyos szövődményeket okozhat a kutyának. Tavasszal kezdődően szinte minden füves területen találkozhatunk a növénnyel, nem csak a réteken és legelőkön, hanem a városokban is. A fű magvainak feladata, hogy a talajba fúrodva gyökeret eresszenek és megtelepedjenek, azonban előszeretettel tapadnak rá bármire, amibe kampós végükkel bele tudnak kapaszkodni, és ez alól a négylábúak sem kivételek. Az egyik vége hegyes, és kis tüskék vannak rajta, és csak előre felé tud menni, át tudja szúrni a bőrt, és utána egy sipoljáratot képezve egyre mélyebbre és mélyebbre fog haladni. Nyilván meg fogja találni a maga útját, új között nagyon gyakori, fülben nagyon gyakori, szemben nagyon gyakori, hogy belemegy, illetve még extrém helyeken is találunk, péniszben, húgyhólyagban, combban, egyéb helyeken bőr alatt, de azért a klasszik az az új között, fül, szem. Óriási fájdalmat képes okozni, ahogy átszúrja a bőr rétegeit, majd a szövetekben tör utat magának hegyes fejével, és akár napokig, hetekig is vándorolhat a kutya testében. Gyulladást, fertőzést, esetenként súlyos szövődményeket hátrahagyva. Ha a gazdi észreveszi, hogy a kutyának az ujja között toklász szezonban kis pukli keretkezik, kis véres csomó esetleg váladékozik, és sokat nyalogatja, akkor mielőbb állatorvost felkeresni, mert hogyha időben elkapjuk, akkor még akár bódítás nélkül is pár centire van a bőrtől az a toklász, de hogyha napok telnek el, az egyre mélyebbre megy, akár a könyökig fel tud menni, vagy még mélyebbre. Onnan kiszedni már jóval nehezebb dolgunk van. Nézzük át kutyánkat tetőtől talpig séta után, különösen, ha a magas fűben szaladgált. Ha az állat szőrtípusa engedi, fontoljuk meg, hogy a nyári hónapokban rövidebbre nyíratjuk azt, illetve fésüljük át hetente több alkalommal az ebb bundáját, távolítsuk el a rátapadt fűszálakat, fűmagokat, toklászt és bogáncsokat, tüskéket. Regionális híreink következnek. Telefonozott és kunyokével irányította a kormánykereket, vizsgálják a pécsi buszvezető tettét. Netán árulta a nem eredeti tisztítószereket a csaló, a baranyai pénzügyőrök elkobozták az árut. Újra felszentelték a gödrei templomot, a település nemzetiségei szervezték az ünnepséget. Bejárta a hazai sajtót az a felvétel, amely egy telefonját nézegető buszvezetőről készült, aki a kezei helyett két könyökével irányította a járműve kormánykerekét. Egy utas készítette telefonjával a videót. A Tükebusznál működő szakszervezet vezetője szerint egyértelműen hibázott a sofőr, jelenleg vizsgálják az ügyet a cégnél.
A kormánykeréken támasztotta meg két alkarját, és a könyökével irányította a buszt, miközben telefonját nézte a pécsi sofőr. A történtek után azt kérdeztük a pécsi utasoktól, hogy biztonságban érzik-e magukat a helyi járatokon. Mit gondolnak a buszvezető menet közbeni telefonozásáról? Nagyon biztonságos, úgy éreztem, de idáig még ilyent nem tapasztaltam. Tehát nem látod semmi olyasmit, hogy nem figyel oda a sofőr telefonozni? Ilyet még nem. Nem is szeretnék. Pont készültem leszállni, és tele cucca csomaggal, és így egy ilyen satufék, és én megröpültem. Úgyhogy ilyen tapasztalatom van, de amúgy én nekem nincs bajom a buszozással. Még tudok kapaszkodni. Nem szabad ilyen felelőtlennek lenni, mert én most használja ezt a telefont, közben valaki lelép a járdáról. Nem mondok példát, mert rengeteg van. És azt nem tudja kivédeni, csak egy erős fékezésen, és éppen valaki nyúl a gombért, hogy le akar szállni, pont akkor fékezzel, hogy hát az borzasztó nagyon esik. Megkerestük a tükebusznál tevékenykedő egyik szakszervezet vezetőjét is. A vezetés közben tiltott a telefonkészülék használata, természetesen a gépkocsi vezető hibázott. Ezt nem is tagadjuk, senki nem tagadja. Több dolgot is felvet az eset Hofecker Ferenc szerint, amellett, hogy nem lett volna szabad telefonálnia a buszvezetőnek. Az, aki ezt a felvételt készítette, neki nem az volt a célja, hogy a veszélyt úgymond elhárítsa, hanem hogy szenzációt kell csinálni, szóval kellett volna menni a sofőrhöz, és kellett volna neki mondani, hogy uram, ne haragudjon, de legyen kedves, tegye el a telefon. A másik, emberek vagyunk, hibázunk, és örülök, hogy, illetve nem örülök, hogy ez az eset hívta fel a figyelmet arra, hogy a sofőr is ember, tehát ő is tévedhet, ő is hibázhat. Elnézést kérünk, a társaság egyébként oktatáson ezeket az eseteket elemzi, és mindig felhívja a figyelmet a szabályok betartására. A szakszervezeti vezető úgy tudja, az eset egy egyenes útszakaszon volt. A piros jelzésű közlekedési lámpát közelítette meg a buszvezető kis sebességgel, amikor a telefonját használta. Azonban ez sem menti fel a felelősség alól, hibázott, mondja Hofecker Ferenc. A történteket jelenleg vizsgálják a tükebusznál. Egyébként már volt ilyen eset hazánkban. 5 évvel ezelőtt Győrben használta a könyökeit a kormánykerék megtartásához a sofőr, miközben mobilját nyomkodta. Arról készült ez a felvétel. Hamis mosószereket és öblítőket árultak a neten, a közösségi médián hirdetett hamis termékeket a baranyai pénzügyőrök foglalták le. A hirdetésre a NAV baranyai munkatársai figyeltek fel, ahol nagyon kedvező árakon kínálták a hamisítványokat. Mivel ezeknek a termékeknek az eredete és összetétele ismeretlen, ezért komoly egészségügyi kockázatot is jelenthetnek. Az eladó jelentős összegű bírságra számíthat. A napokban ütöttek rajta egy hamis mosószert áruló eladón a NAV baranyai munkatársai. A hamisított termékeket a közösségi piactéren hirdette alacsony áron. A gyanús árak mellett a fotókon szereplő közkedvelt mosószerek és öblítők címkéjén látható jelölések alapján merült fel a gyanú, hogy a termékek hamisak. A NAV baranyai munkatársai egy internetes hirdetésre figyeltek fel, amelyben nagyon kedvező áron kínáltak védett márkájú mosószereket és öblítőket. A hirdetőnél végzett helyszíni ellenőrzéskor elő is kerültek a hamis termékek, amelyeket a pénzügyőr kollégák le is foglaltak. Az eladó jelentős összegű bírságra számíthat. A hirdetőnél végzett ellenőrzés alatt előkerült mintegy 150 liter hamis termék. Mosószerre szükség van, és a jól bevált márkákat nem érdemes piacon, illetve diszkontban beszerezni. A hamisítványok amellett, hogy nem hatékony tisztítószerek, komoly egészségügyi kockázatot is jelenthetnek használójára. Bőrviszketést, kiütéseket, allergiás reakciót válthat ki az ismeretlen anyag. Azonban a vásárlás során vannak árulkodó jelek, amiket érdemes szem előtt tartani. Ha egy mosószer ára gyanúsan olcsó, címkéje elmosódott és hibás, az már egy intőjel lehet a vásárláskor. Ám ha otthon tapasztalunk problémákat, a hamisítványt elárulja vizes állaga, szúrós illata és kisebb töltőtömege. A most elkobzott hamis mosószerek ügyében az eladó információink szerint legalább 150 000 forintos bírságra számíthat.
250 évvel ezelőtt szentelték fel Gödrén a Nagyboldogasszony római katolikus templomot. Az ünnepség keretein belül német nyelvű szentmisét tartottak az épületet megépítő német származású felmenők tiszteletére. Az eseményt Gödre község önkormányzata, a helyi német nemzetiségi önkormányzat és a keresztény demokrata néppárt gödrei alapszervezete tartotta. Megáldották a 250 éve felszentelt gödrei templomot augusztus 15-én. A katolikus templom felszentelésének tiszteletére szép számban gyűltek össze a lakosok ünnepelni. Ebből is látszik, hogy milyen fontos szerepet tölt be a templom a falu életében. Amikor a vendégeket fogadom és egy kvázi idegenvezetést tartok, akkor mindig a templomba szoktam leültetni a kedves vendégeket, és a templomban mondom el a település történetét. Ugyanis azt gondolom, hogy az egyik legrégebbi építmény a településen, illetve a bölcsek azt szokták mondani, hogy a település egykori gazdagságáról, méretéről, nagyságáról a templom és a temető tanúskodik. Az ünnepséget beszédekkel indították, majd ezt követte a jubileumi szentmise és a templom felszentelése. A templomról elhangzott történeteket és érdekességeket a jelenlévők érdeklődve hallgatták. Talán rögtön az építésről beszélnék. Winkler Mihály tudós plébános, a gödrei templom építője. Pontosabban nyilván nem a fizikai építője, de az anyagiakat ő biztosította ennek a templomnak az építéséhez. Azért vele kezdenék, és azért őt emelném ki, mert hogy ő egyébként a gödrei templomon kívül a bonyhádi, a szakadáti és a bikali templomnak is az építetője volt. Ez mellett pedig számos korszakalkotó tett kötődik az ő nevéhez. Hozzá köthető még a kaposvári kórház elődjének alapítása, vagy a Táncsics Mihály gimnázium megalapítása a Somogyi vármegye székhelyen. Az évfordulós megemlékezés tisztelgés volt Gödre múltja előtt. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket még egyszer röviden. Több száz gyorshajtót fogtak el, napokon át vadásztak a szabálytalankodókra a rendőrök. Hamarosan kezdődik az iskola, a tankönyvek is rendben megérkeztek az intézményekbe. Figyeljünk a toklászra, komoly gondokat okozhat a gyomnövény négylábú házi kedvenceinknek. Iskola, óvoda kezdés, megsokszorozódnak a vírusos betegségek szeptemberben. A péntek reggel is füllett, nagyobb részt derült, néhol párás, enyhén felhős idővel indul. Napközben alapvetően napsütéses csapadékmentes időre van kilátás. Az esti időszakban gyors, gomoly felhőképződést követően elszórtan zivatarok alakulnak ki. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!